SMLXL, nem ruhákra, hanem különböző méretű tojásokra vonatkoznak itt a nyíregyházi Búza téri piacon. Az eladó szerint a nyári időszakban olcsóbban lehet tojást kapni országszerte. A nagyobb kínálat miatt nagyobb az árverseny is. Sokkal több tojás található a piacon, sokkal nagyobb a termelés, ilyenkor csökken az ára általában nyáron. Télen ugye nagyobbak a költségek, akkor jóval drágább. Egy hónappal ezelőtt szerintem 10-15-20 forinttal drágább volt a darabonkénti ára. Szerintem ilyenkor csökkenés mutatható, sőt szerintem még lehet, hogy még csökkenni is fog az ára. Hozzátette, a piaci vevők jelentős része visszajáró vendég, amely törzsvásárlói kört alkot. Elsősorban a jó minőségű, friss hazai termékeket keresik a standokon. A méz ára nem változott a tavalyihoz képest, 1 kg hársméz például átlagosan 2500 forintba kerül. Az egyéb szezonális termékekből bőséges kínálat található az árusoknál, a vevők többsége pedig, ha egy picit drágábban is, de a jó minőséget keresi. Nagyjából 20 éve járok ide a Búza téri piacra, a heti bevásárlást télen-nyáron itt oldom meg. Alapvetően zöldséget és gyümölcsöt eszünk a hétköznapokban is. Nekem ez végtelenül fontos, hogy ezek a zöldségek hol teremnek. Tehát, hogy nagyjából egy 50-70 kilométeres körön belülről érkeznek, általában igyekszem olyan eladót is választani, aki nem nagy kárből vásárol. Innentől kezdve az ára az egy periférikus dolog tud lenni, mert inkább kevesebbet, de jó minőségűt választok. Tomasovszki Szabolcs őstermelő szerint lassan beindulni látszik a lecsószezon, ami már érezhető a paradicsom és paprika kilónkénti árának csökkenéséből is. A paradicsomot már meg lehet venni 450-től 2500-ig per kilogramm, ez minőségtől meg több okból kifolyólag más kategóriákba sorolható. Az előállítás minden, és így a legolcsóbb 450, a legdrágább 2500 forint per kilogramm. Paradicsom, paprikát is már például 500-tól 1000-1200-ig lehet venni a TV paprikát, és emellett még van a kaliforniai félcsípős, csípős paprikák, azok is a legolcsóbbtól 50 forintig a 2-250 per darab áron. Minőségtől és fajtától függően a megy ára 500-tól 1500 forintig terjed kilogrammonként, a sárga barackára 700 forinttól indul. Találtunk őszi barackot 1600 forintért, kígyóuborkát 480 forint per darab áron, a karfiol darabjáért pedig 450 forintot kértek a nyíregyházi Búza téren.